A tetőtéri ablakok fából, illetve műanyagból is készülhetnek. Mind a kettőnek megvan az előnye is, meg a hátránya is. Én azt szoktam mondani, hogy egyik sem jobb a másiknál, hanem inkább más. A fa tetőtéri ablakokat nagyon sokan szeretik a természetes hatása miatt, viszont fontos tudni a fa tetőtéri ablakokról is, hogy nem fog jobban szellőzni, mint egy műanyag tetőtéri ablak azért, mert fából van, hiszen le van lakkozva, gumitömítésekkel van ellátva az a tetőtéri ablak, tehát a műszakilag ugyanazt a teljesítményt nyújtja, mint egy műanyag tetőtéri ablak. A hátránya a fa tetőtéri ablakoknak, hogy 4-6 évente újra kell lakkozni a felületet, hogy hosszú távon szép és tartós maradjon. A műanyag ablaknak a karbantartása ezzel szemben kimerül abban, hogy egy prontos takarítást végzünk rajta pár havonta, és akkor hosszú távon szép marad a felülete. A vasalatok, gumitömítések, összes többi karbantartásban pedig nincsen különbség a két tetőtéri ablak között. Ami még fontos információ lehet, hogy a tetőtéri ablakoknál a műanyag ablakok a drágábbak, és a faablakok kedvezőbb áron vannak, tehát pont fordítva, mint a homlokzati nyílászáróknál.